Nui elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött sátrában. Noéval nem az történt a megrázó események után, mint napjainkban sok emberrel, akik a borzalmakon úgy akarnak túljutni, hogy leisszák magukat. A magyar ember olyan, hogy akkor is berúg, hogyha nagy a bánata, akkor is, ha nagy az öröme. Noé nem bánatában itta le magát, egyszerűen arról van szó, hogy nem ismerte a borfogyasztás következményeit. A Biblia ezzel a történettel figyelmeztet minket, hogy a borivásnak is megvannak a veszélyei. Bizonyos mennyiségű bornak feloldó, örömkeltő, nyugtató hatása lehet. A hívő ember azonban nem bor segítségével csökkenti feszültségeit. Imádságunkra felel az Úr, betölt szent lélekkel, és megszűnik minden feszültségünk. Ne részegeskedjetek, mondja Pál apostol, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek be szent lélekkel. Mi az én tennivalóm? A drogosokért, az alkoholistákért és a játékbetegekért.